Sziasztok, skacok! Üdvözlünk titeket, hamarosan csatlakozik Imu is, hogyha minden igaz! És itt is Nem. vagy, 1689! Eó! És hát skacok! Az a helyzet, hogy egy ilyen spongyabobos pályával fogunk játszani, amit egyébként én már tök rég kinéztem, és úgy voltam vele, hogy majd-majd videóba, de aztán úgy voltunk vele, hogy csak jó lenne valamit streamelni, és így erre esett a választás. Úgyhogy kíváncsi leszek rá. Mizu! Itt vagy már? Igen? Itt csak kapcsolok egy chat, várjál. Kapcsolsz egy chat. Sziasztok, skacok, halihó. Szülinapi stream van, boldog születésnapot, saci. Boldog új ég. Igen. Imunak a hangját nagyon régen hallhattátok, legalábbis így streamben biztosan. Ugye most került fel videó YouTube-ra, amiben benne volt. Ha nem láttátok, igen, nézzétek meg, mert nagyon mókás volt. Hát amikor játszottunk, tudod. Ketten, egy kontrollerrel, emlékszel? Éppen majd csöppent a nóz, hogy olyan beteg voltál. Sőt, fent van a interaktív videó, amiben ugyanúgy benne vagyok. Jaj, hát tényleg, hát egy csomó videó. Amúgy, aki még nem látta, az most már is tegye meg. Úgyhogy, jap. Na, de szerintem nézzük. Készen állsz? Pont egy T-rex üvöltés volt, ahogy mondtad az ót. Na. Úgyhogy így egyszerre. Punch. Na. Hát kíváncsi leszek, milyen lesz. Aj, Captain. Szerintem te több spongyabobot láttál. I can hear you. Aj, Captain. Ki lakik oda, lakik ide, ide. Na. Énekel nyugodtan. Szeretem a spongyabob. Nem. Szereted, igen. Úgyhogy ja. Hát van, tűnj egy csáp. Jó lett a karácsonyi videó, köszönjük. És itt vagyunk, bikini fenéken, ha jól mondom. Hogy tudja. Hát figyelj, azért néha láttam. És valaki beleordított a fülembe, köszönöm kis Rigó. Imádni fogják, akik visszanézik ezt a streamet. Mi pattogok? Pattogsz? Hát mert szerintem itt vagy a víz alján, nem? Azt mondja, hogy talk to SpongeBob first. Ó, te. Akkor beszélj vele. Milyen nagy. Hát beszélj vele, te én nem mit akarok. Mit mond? Á, csúnya szavakat mondott itt nekem. Azt mondja, furcsa hal vagyok. Oké. Okay. Igen, ez az első nap, hogy itt vagyunk, ugye? Mhm. Hosszám. Ha láttad, miért ugrott? Mekkorát pördült? Uh-huh. Azt! Kis Rigó! Tessék, visszavenni, mert egyébként a héten szeretnék mindenféleképpen csinálni még egy adománygyűjtő streamet, úgyhogy inkább ott lőjük el az ilyen dolgokat. Úgyhogy, ja, köszönöm egyébként, de na! Üdvözlöm, mint egy új barátot, szeretnénk, hogy segítsünk neki, mert hogy van egy nap, amire segíteni kell neki, valamire készülődik nagyon. És a barátainak is szeretne segíteni, mindenkinek csak segíteni akar. Jó. Fantasztikus, más lehetőség egyébként nem volt, csak az, hogy segítünk. Kaptál egy ilyen hálót. Magyarulákat kell fogni? Én foglak téged elfogni. Nem. Igen, el kell menni, izé? Megvan! Azt az egyet kellett csak elkapni. Nem tudom. De jól elkaptad! Elengedted! Fogd el! Megvan! Zseniális. Azt most mi csináljak? Adod a spongyobotnak. Adattam meg. De nem kell neki, hát fogd már meg! Én ezt na gyere, odaadom, te kapd el! Igen. Van nálad ilyen van háló? Na figyelj, leteszem, el kell kapnod. Spongyobob lesz a cica. Mit szólsz az? Ne, hát elszalad. Hova? Kapd el! Ne! Várjál! Itt egy másik. Lehet, többet kéne befogni, nem? Lehet. Vagy lehet a barátainak kellene segíteni. Vagy egyébként vannak itt még bőven. Nem. Sziasztok, skacok! Meg kell csapni a hálóval. Na gyere! Vannak itt ilyen izék, járgányok is. Én ezzel. Ezzel szeretnék menni. Na nem semmi. Na de mit kell? Elméletileg azt mondta SpongeBob, hogy valami fantasztikus, szipi szuper napot tervez, és hogy a barátainak kellene segíteni. Van egy térképünk, úgyhogy akkor szerintem... menjünk Patrickhoz. Menjünk Patrickhoz? Igen. Követlek. Hát, ott lakik. Ott lakik, jó. A tünyecsáp mellett. Jó. Azt hittem egymás mellett laknak. Na látod, ennyire nem ismerem már a mesét. Azt figyeld! Hát itt lakik Patrick. És ha távol megyek, nem esik rád? Az a kő.
Az nem kő. Az nem egy kő? Hát. Hát nem tudom. Akkor mi az? Nem tudom. Jó, beszélgessünk vele, hát ha mond valami értelmeset. Bár ebben kételkedek. Igen, azt mondja, hogy mi vagyunk Spongyabob új barátja, és minden barátja az ő barátja is. Úgyhogy lehet, hogy tudunk neki segíteni. Mert hogy elméletileg Glove Worldbe kellene mennünk, ahol nagyon szeretne valamit vezetni. De hogy még építés alatt áll a hely. Hát akkor menjünk. 2000 years later. Ó, hullámvasút! Ó, ez ment! Yay! Milyen jól néz ki! Gyere, menjünk hullámvasút adni! Gyere! Gyere! Fogott a Minecraft-ba! Hol vagy? Hova lettél? Egy futok! Ott futsz! Ahol menj már? Hát mi ez a kis gyerekvasút? Na jó, kipróbáljuk. Várjál! Nem indul, lökjél meg! De most ezzel visz körbe-körbe! Igen. Nagyon jól el vagy! Erre ülhettél fel, ugye? Oké, szépen. Menjünk egy kicsit komolyabb ott. De az már veszélyes. Vaj, itt egy security. Ó. Nem már, ezt még csak most építik. Igen, ezt mondta Patrik, hogy ezt akarja kipróbálni, de hogy nem engedik be ide, gondolom be kell jutnunk. Hát azért, mert építik. Hát ott nézd már meg, hát hiányzik a sin. Hát az... Majd befejezni. Na, hát azt akkor megyek vissza ezére. Nem érdekel. Igen. Ide. Mész inkább oda. Hát de gyere! Rosszalkodjunk egy kicsit. De rosszalkodjunk egy picit, menjünk be! Ezért Patrik mondani akar valamit neked. Igen, ezért mondom. Na, el sem hiszem, hogy idáig eljutottunk, és ez az ember nem enged be minket. Esetleg beszélnénk vele? Beszélni kell a Szekussal. Azt mondja, szeretnénk megjavítani a hullámvasutat. És építettünk már bármit is valaha az életben? Dirt House? Ó, fantasztikus. Azt mondja, akkor profik vagyunk. És 5 supportot kell befejezni. Tehát elmehetek valahol itt a... Ez mi ez? Hogy kell ezt most megépítenünk? Köszönöm szépen, kis Rigó! Nagyon szépen köszönöm az ajándék előfizetés Greenix számára. Gondolom ezeket kell itt befejezni, nem? Ahol vannak a scaffoldingok. Most bekerültünk ide bentre. De hogy kell itt építkezni? A ládákból kell kiszedegetni a cuccokat? Hú, itt van! Ó! Nagyon szépen köszönöm, Márk! Tutti Frutti is kapott egy előfizetést. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, skacok! Illetve köszönjétek meg nyilván annak is, akitől kaptátok, hogyha esetleg itt vannak azok, akik éppen kapták. Na most itt az a kérdés, hogy látom, hogy ezt itt hogy kell befejezni, vagy... Hát itt van egy csomó ember, nem azokkal, akik beszélgetni? Hát, én nem tudom. Azt mondja, hogy... Okay, let me some time. The track is not supported. Connect the support 6 blocks higher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oda föntre kellene építkezni? Te merre vagy? Hát itt. Nézd meg, nekem itt áll a két dinka. És valóban ide kellene építkeznünk. Csak Ofa. Nem igazán... Hát itt, ahol a scaffolding van. A zöldre? Lehet, hogy a zöldre kell. Nem lehet, hogy a scaffolding helyére amúgy. Szerintem a zöldre kell építkezni. Bár tudja igazából a fene. De nem, azt mondja, hogy ez se jó. Lehet, hogy mindent be kell Connect tudani. The support 6 blocks higher. Hát... azt hittem, ennél egyszerűbb feladat lesz. Hát így nem elég magas. Egy, kettő... Lehet, hogy ezt az egészet be kell itt építeni, nem? Nem tudom. Próbáljuk meg. Mondjuk kijutni nem tudom. Ezzel tudjuk? Hammer. Ha ezzel ki tudjuk ütni, hogyha esetleg rossz helyre raktuk, úgyhogy annyira nincsen nagy gáz.
De jó lenne azért úgy nagyjából látni, hogy mit kell ide építeni. Mert nem biztos, hogy csak a izéket kell felhasználni, a blokkokat. Valakinek valami ötlet? Romboljuk szét, lehet egyébként az kellene. Júnak milyen széke van? Sárga arena, konyhaszék. Arena Racer széke van. Sárga konyhaszék. Sárga konyhaszék. Az igen, az a szék, ami... Hogyha csak úgy videózunk. Na most így jó? Azt mondja, megnézi. Na, azt mondja, hogy már csak négyet kell. Jó, hát akkor igazából tök mindegy, hogy hogyan építjük meg neki. Lehet a legcsúnyább is. Mi vagyunk a két közmunkások? Ott. Igen? Ott. Tehát itt ilyen magasra kell építeni. Azt a mindenit, ezt az egészet be kell építenünk. Mennyi blokk van nálad, amiből tudunk építkezni? Hát, van ládák vannak még. Hát van még, oké, de hát... Ennyi blokk az égvilágon nincsen. Ezen? Nem bírok lemenni. De miért engem követnek? Miért nem téged követnek? Kezdem magamat rosszul érezni, hogy itt így loholnak a nyakamba. Én el vagyok. Azt gondoltam. Na várjál. Itt már látom értelmét a scaffoldingnak. Amúgy lehet, hogy a scaffolding mellé kellene építeni, nem? Azt mondja, Leestem. Na! Jaj! Úristen, kitöröm a nyakamat. Nem lesz túl kellemes. Sziasztok, skacok! Fonyom és Patrik, hogy követi Andit? Hát látod! Stabil legyen az a lényeg, ez olyan stabil lesz! Stabilabb, mint a magyar forint, mondjuk annál nem nehezebb. De nagyon stabilra tervezzük. Az hát, menni kell még kukázni. Várj, most egy kicsit így csalok. Mert hogy rakok bele kerítést is. De ilyen izéket ne hagyjál ki. Én láttam, nem. Itt már kihagytál területeket. De itt kihagytál területeket. Nem, csak elfogyott anyag. Ilyet? Szia, öreg. Hát pedig bármiből megépítheted, úgy látszik. Bejövök nekik? Hát nem tudom, hogy mennyire szeretném ezt a dolgot. De amúgy most ők nem adnának neked blokkot, ha beszélsz velük? Spongyabob meg Patrik? Azt Ege. Mondták, segítenek. Hát az én mondom. Hát nem tudom, hogy miben akarnak nekem segíteni. Ugye beszél... Ó, de! Ó! Tényleg hoztak nekem cuccot, azért ásorogtak itt. Itt tartották már mióta. Én meg itt el se fogadtam. Kezdem magamat rosszul érezni. Ilyen udvariatlan voltam velük. Előzőben is maradt egy üres folt, tényleg? Hát, régen voltunk, igen, betegek voltunk mind a ketten, az az igazság. Beszélj a csóróval, hogy nézze meg, jó ez így. Tessék már megnézni! Mindjárt megnézzük, és... Tökéletes, fú, de csúnya. Azt mondta, hogy gyönyörű. Sziasztok, skacok! Na hát akkor meg kell keresni még a többi. Itt van még egy, meg itt van még egy. Csináljuk akkor ezt? Zseniális. Úgyhogy az az igazság, hogy lebetegedtünk, meg most így a héten is nem tudom, hogy lesz még élő. Én nagyon-nagyon szeretnék karácsony előtt, mondom, egy adománygyűjtő streamet szervezni. Mert azt minden évben szoktunk csinálni, és idén is szeretném kiadni. De most ezek a csomagkiszállítások is elég sok időt elvesznek. Tehát, hogyha láttátok TikTokon is, meg YouTube Shortsban is, ugye most visszük ki sorba a megrendeléseket házhoz. És nagyon... Elveszi az egész napot, mert nyilván ezek délután este vannak mindig. Na! Oké, és akkor még kettőt be kellene fejeznünk. Na mész olyan csöndbe vagy? Itt vagy? Nem. Azt hittem, eszel mi? Nem. Nasizol, tuti nasizol. Lehet. Azért vagy te ilyen csendben? Én már azt hittem, valami baj van, azt... Csak nasikálsz. Hát egy csokika. Egy kis csokika, gondoltam, hogy egy kis csokika. Hoztak még blokkok, Patrikék, mondom, majd mindjárt megnézem. Érdekes pálya.
Hát kíváncsi vagyok a többi feladatra, mert hogyha minden igaz, akkor mindenkinek kell majd így segíteni. Hogy a legjobb napot meg tudjuk itt szervezni. Vucvucs. Vucvucs. Look, I'm helping, azt mondja Patrik. Köszönöm szépen, Patrik. De ez amúgy jó, hogy elmennek és segítenek blokkokat hozni. Ez igazán kedves tőlük. Mondjuk megoldjuk az összes problémájukat, szóval ez a minimum, de akkor is. Ez tetszik, hogy így segítenek úgymond a pályám. Ma volt az utolsó nap a suliba? Ezt egyébként sokan írtátok, sőt valakinek ma már nem is volt. Úgyhogy végre lehet egy kicsit pihízni. Már aki szeretném, egyébként volt, aki azt írt, hogy ő utálja a szüneteket. Én azért úgy szerettem őket, szerintem jók voltak mindig a szünetek. Jó. És akkor most ennél majd Patrik szebbet... mehet a izén? De remélem azért mi is ki tudjuk majd próbálni ezt a hullámvasutat. Nem? Remélem. Mondjuk egy kicsit azért félek, tehát ez... Na hol a csóró? Annyira jó volt ez a megépítés. Csekkod már le, jó lesz? Köszönöm szépen a harmadik havi előfizetés, Dundika. Nem semmi. Na, és akkor még egyet meg kell építenünk, ami ott van. És aztán mehetünk hullámvas utazni. Hát, ha minden jó megy. Hát én azért bízok benne. Most gondolj bele, itt állt ez a hullámvasút mennyi időn keresztül, és ennyi munka lett volna már csak vele. Hát ezt simán befejezték volna itt a munkások, hogyha akarják. Csak ilyen jó magyar munkáson itt áldogálnak, az semmi. Oldja meg más helyettük a problémát. Biztos jóra bérbe fizetik őket. Hát de nem? De, biztos. Hát, de nézd meg, egyik se akar dolgozni. De segítenek. Mibe? Leellenőrzik, hogy ott tényleg mindenhova raktál. Na várjál, adj egy kis anyagot. Milyen anyag kell? Tessék. Már kértem spongyától. Ja, hogy hozzábeszélsz. Azt mondta, hogy spongyát rá. Épp írni is akartam, hogy magyar mentalitás. Hát igen. Na. Várjál, ott még hiányzik egy, nem? Ott még hiányzik? Hol? Ott fent. Jaj, tényleg. Hát ez... Csak... Nem, ott van egy kerítés. Igen? Igen. Aha. Úgyhogy elméletileg ez mondja a csórónak, hogy... Nem nagyon izé csúnyán néz, figyeld ilyen. Ja, Dumbika. Milyen mérkői. How come be? 12 seconds later. Ezt a fenn vagyunk? Vagy most mi történik? Hát én nem tudom. Nem, hol esik a kamera? Ryder Walk! Jéééé! Hol kell fel? Itt! Na várjál meg! El ne indulj nélkülem! Hát nincs is itt izé! Hát hogy megyünk itt, tényleg? Halló! Hát de... Itt kell felszállni, tuti? Lehet ez a vége, nem? Nem tudom. Valószínű, hogy ez a vége lesz. Nézd, itt kéne szennem sorban. Itt mi? Hol? Gyere! Ott! Be tudsz... Itt! Hát itt vannak már ők is, jó? Be tudsz ide szállni mellé? Hát remélem. Teki Patrikot. Már. Nincs még egy. De csak egy van. Ne! Ott van még egy. Ülj be! Várjál, itt van nekem is egy. Mint a rossz gyerekek olyanok vagyunk. Mi az az ézzen alatta? Na, megelőztem Patrikot, de megállt. Én is a rövidebb bíven szélárnyékba igazából megelőztem. Azt mondja, Hát ez zseniális. Sziasztok, skacok! Közben, akik most jöttek. Patrik azóta is oda beragadva? Ott van. Ott van még? Igen, de nagyon boldog, tehát hogy ott nem zavarja. Egyen meg! Pedig ő akarta ezt igazán. Azt a mindenit. Hát nem semmi. Ott van óriás kerék is, azt is meg kell nézni. Hát ha fel tudunk ráülni. Mondjuk azért adnám. Jó lenne, hogyha megcsinálták volna azt is. Ez mi ez? Spongyabobos kalandpálya. Kocka nadrág.
Most megépítettük a hullámvasutat, úgyhogy most tudunk menni. Jó hosszú hullámvasút ez. Mhm. Patrik azóta is ott izé csövezik. Jóró, mindjárt oda megyek, azt meglököm. Legalább egy fél kört menjen már. Tényleg ment egy 10 másodpercet, azt beragadtad. Jaj. Spongyabobnak nagyon tetszik. Beszélni kell Patrikkal. Várja, lehet, hogy ő direkt akadt ott meg. Hát hogy ezt beszéljünk nem vele? Nem. Ha mindjárt értem megyek, várjál. De amúgy... Tényleg most oda kell hozzá menni? Csóró. Nincs, ott van még mindig fent. Én nem tudom. Remélem, hogy nem csak most fölvászunk oda érte, az közben átteleportált máshova. Itt van még. Ott van. De van, meglököm, várjál. De várjál, ne lök meg ma aztán, hogy... Most így hogy beszéljünk Patrikkal? Hát megvárjuk, amíg végigér. Csóri. Meg... De nem, nézd meg, hogy tetszik, de jéj, azt mondja. Jéj. Nem látom a kis Dinka fejét. Majd itt jön vissza, nem? Majd itt visszajön, aha. De Spongyabob megjön velem. Itt szépen megvárjuk. Mindig tudsz beszélgetni, kivel mi történt, milyen napja volt, stb. Hát már mindenki leírta, hogy termet díszítgettek, meg ilyesmi, ahogy nézegettem. Mert nézegettem közben a csetet, csak nyilván itt a játékra is figyelni kell. Hány éves kortól érdemes elkezdeni videózni? Én azt mondom, hogy minimum azért egy gimit, vagy egy középsulit vágy meg vele. Mert kell azért egy olyan érettség, hogyha mondjuk kapsz egy olyan kommentet, akkor azt úgy tudjad dolgozni és feldolgozni. Hogy finoman tud elküldeni őket a... Nem. Tudod, kedvesen, udvariasan. Nem, de én azt vallom, hogy azért egy középiskolát, gimit mindenféleképpen várjon meg mindenki, mert ha esetleg beindul és sokan elkezdenek nézni, akkor ott nagyon sok olyan üzenetet is kaphatsz, ami nem biztos, hogy gyerekeknek való. Fotót nem fog kérni, mondja Bob? Ugolj le onnan! Hol? Én? Igen! Hát én lejöttem óvatosan. Ó, te. Patrik, hol van amúgy? Még folyamatban van, menjél vissza és ugorjál le. Miért? Hát ne, vagy akkor innen. De miért ugorjak le? Hát miért? Nem értelek. Miért jó az nekem, hogy leugrok olyan magasról? Gyere. Valami történni fog? Nem. Hol van Patrik? Valahol itt a közelbe. Szerintem. Szerintem megint megakadt, nem? Csak nem. Spongyabob ott maradt fent. Halló. Nem tesz nekik jókat, hogyha csak itt sétálgatunk a vasutakon. De most hol van Patrik? Előbb azt mondta, hogy juhú. Hát én értem, de... Ott nem, az nem ő, az valami, nem tudom mi. Kajdló. Én múlva ezt nem Patrik. Patrik! Nagyon jó lett a vasút, hogy Patrik is beakadt, annyira stabil. De most már... itt van most Spongyabob. Valahogy ide portolt. Hol van Patrik? Ugolj le! De mi? De Patrik meg van, vagy... Nem, azért le kell ugranod. Tényleg? Aha. Hát leugrottam, de... Nem ment utánod. Nem történt Spongya. Semmi. Nem? Nem, azt hittem, hogy menni fog. Megint beszorult? Hát én ezt nem hiszem, mert ön tagadt ez a Patrik, hogy mindenhova beszorul. Meg kéne keresni, mert nekem vele kell beszélnem ahhoz, hogy folytatassuk itt a dolgot. Hát de... Hol van? Uhú. Én nem látom. Ilyet? De ott van lent Patrik. Honni? Hol? Honni? Hogy nem van-e? Hol láttad Patrikot? Hát, szerintem nem... még tud itt utazik valahol. Valahol hát, utazik, mert mondja, hogy jéj! Valahol megy, igen. Hát nem volt Chang-ba, azért nem ment. nem volt Chang-ba, Patrik. hát... én nem látom. Én se látom sehol. Hát végig kell menni a pályán. Szóljatok, hogyha látjátok Patrikot, mert én nem látom. Te menj akkor a másik irányból, és akkor ott jön! Ott jön Patrik! Megy! Itt van, jéj! Jéj!
De milyen boldog, tegyi kitárja a kezét. Itt jön. Ott jön. Mondom én, hogy nem volt Changba. Nem volt Changba. Nem volt Changba, Patrik. Hát, most te, hát tényleg így van. Én elhiszem, meg tudom, hogy így működik, csak ez annyira hülye hangzik, hogy nem volt Changba, Patrik. Hát, mondom. De várj, ide jön és visszalököm. Nehogy visszalökd! Ó. Jéééé! Szia, Sion, ott van lent, hát... a 11. hónapon. Az a fej. Jaj. Na gyere, beszélgess vele. Egy képet lőjél már. Boldog így voltál? Patrikról rólam. Nagyon-nagyon jó volt, újra-újra, persze! Megint nem leszett Changba, Patrik, azt izé... Ó. Oh. De itt van, még tudsz felelőni egy képet, ha akarsz. Így. Megem, nézd! Ó, Patrik! Patrik! Mit csinálsz? Patrik, te kis huncut! Jaj. Szia, Barbie! Patrik! Patrik! Viszket a hátod? Itt egy kagyló. Halló! Be lehet kapcsolni Patriknak a tévéjét, nem? Gyere, menjünk Tunyacsáphoz. Jó, menjünk. Meg tudja, hogy ezért klarinétjával lesz valami. Igen? Igi. Biztos vagyok benne. Igen, ez fizetős Minecraft pálya. Bedrock Editionbe találod meg a Marketplace-em. Na. Mit te mond, vagy Spongyabob új barátja. Hát őszintén sajnálom, de örülök, hogy megismertelek, és viszlát. Vagy hát azt hallottam, hogy segíteni szeretnél? Tudsz játszani hangszereken? És mondhatom azt, hogy igen, notebook vagy majonéz? Majonéz, mert azt nem szereted. Jó, mondjuk ez igaz. Szeretném megmutatni másoknak is, hogy mennyire ügyes, és sok ember előtt szeretne fellépni a színpadon. Viszont szüksége lenne egy zenekarra. Úgyhogy sajnos szüksége van a segítségünkre. Együtt kellene egy hangszert készítenünk. Ami a házában van bent, az alkatrészek. Szóval elmatek, itt kell megkeresgélnünk a hangszeréhez a cuccokat. Bárkács asztal van, hogy kell ebből kiszállni? Tessék már kiszállni! Hát én majd találtam egy gitárt. Hát, jó nagy háza van a többiek Patrikéhoz képest, jó nagy. A nagy ananász. Én nem láttam, Barbie. Én találtam egy majonézt. Találtál egy majonézt? Az most itt van, én... várjál, most hozzám került a majonéz. Van nálam is egy. Hát ő... Ne, veszel mindent. Hűtőben valami. Szerintem ott nincsen, és ezeket össze kell kraftolni? Nem mond semmit. Igen? Erre nem lehet menni. És hát más figyelj, adhatok nem... neked ilyen izéket. Nem, csinálj csak. Ó, itt van egy fürdőszoba. Itt is van egy-két hangszernek való. Ebben a ládában nincsen semmi, és szerintem akkor itt össze kell kraftolni. Hát kell gondolom. Csinálni egy klarinétot, meg tudok csinálni itt egy trumpetet. Itt van a klarinét. Én már... Itt van az is. Van egy trumpet, meg egy klarinét, meg egy majonéz. Ah! Hallod ezt? Nagyon szépen játszol, nem is mondtad, hogy ilyen jól tudsz klarinétozni. De, én nagyon tudom bűvölni ezzel a nagy anakondákat. Anakonda bűvölő vagy? Igen. Hát nem tetszik Tunyacsápnak. Egy megizé Daridó lagzilajcsival. Jaj. Szól a Daridó? Megtaláltuk, persze. Ja, de várjál, beszélgess te vele. Addig én játszok neked. Már olyanok vagyunk, mint egy igazi zenész. Úgyhogy menjünk és akkor lépjünk fel. Jó, ennyi? Elég két hangszer? Ja, az nem semmi. De várjál, akkor én ezzel játszok. Azt mondja, Spongyabob itt benjózik, vagy nem tudom mi az.
zseniális. Én muszerész lesz. Én még táncolok is mellé. Sziasztok, skacok. Nagyon jól megy. Kék a szeme. Ráncsacsupaderi. De várj, most valami máson kell már játszani neki már, hogy nem számolja be. Tud is Pongyobob rontja el. De várj, ezek a csóruk táncolnak itt. Ja, hogy nekik kell zenélni? Nem tudom. Á, boldoggá kell őket tenni. Nem kell hát, őket boldoggá tenni. Nem, szerintem ott kell zenélni csak. Igen? Vagy nem? Lesz, szerintem ők boldogok. Ott vannak, akik ilyen furcsán néznek. Táncol! Ez itt a csóró, nézd csak meg fel a csík. Oh, hogy? Következő. Az igen. Ropjad! Hát egyesélj az év kisebb. Ennyi az megvan. Is. Kész is. Aha, de ha még szeretnél nekik zenélni. Hát még egy kicsit. Igen. De akkor énekelj már valami szépen. Elbűvölöm. Ha mit énekeljek? Hát egy jó Zambó Jimmy-t, vagy nem tudom. Ami megy. Nem tudok énekelni, az a baj. Ó, az előbb ment. Nem. Ilyet? Most hova mész? Beszélni kell, Izzy? Tunyacsákkal. Nem baj. Nem is tudtam, hogy ilyen jó zenészek vagytok. Hát látod? El kell menni a rúzsas rákolóba. Azt mondja... Azt hiszem, most már készen állunk arra, hogy a színpadon is fellépjünk. Készen állsz a színpadi koncertre? Hogyne! Na, akkor nagy zenészek leszünk. Sokan néznek. Azt a mindenit, hát én izés vagyok. Lámpalázas. Mehet? Hát nem tudom. Egy, két, és egy, két, há, és... Ők a csórók hova tűntek? Nekem itt van. Hát de várj, ide a színpadra, nézd csak állj ki. Jaj, oda kell menni, jó? De nem, ide kell állni. Hova? Így, foglald el a helyet, oda a másik oldalra. Hát, jövök, igen. Az hogy szóljon? Azt a mindenit. Hogy ropják? Az nem semmi. Csodálatosak. Itt amúgy most zene szól. Aha. Neked jó, nem szól? Nem hallom. Hát én hullámos út közben is ment a zene. Egy kép maradsz? Nem. 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 Ez pedig nálam kínos csend van. Úgyhogy valamit... Hát nálam megy a zene, én most azt hallgatom. Valamit előadhatnál. Már vége, már bravo. Na. Kész, vége is. Adjál rá hangotta meg. Adjak akkor ezért se hallottad? A klarinétot meg ezeket? De azt hallottam, hogy én azt hallottam, csak a zenét na. Nem. Ó, itt mi? Mert ugye nekem leszokott véve lenni a hang. Na. Ó, és megkaptuk. És most már ezt bármikor tudjuk használni? De mi ez a... La. Nem Spongyabob énekel? Nagyon hallom, hallom. Várjál, mindjárt följebb veszem akkor még. Csak nem akarom, hogy egy ideges is jön. Igen. Síri csend. Igen, le lehet halkítva, mondja, mindig szól a... Na menjünk, én vezetek! A videózás miatt nekem ez úgy alapon ki van kapcsolva. Na, gyere, szállj be! Mondjad, merre nem bírsz ide beszállni? Hát, az nem Spongyabob jött, bocs. Az nem semmi. Én viszem Spongyabob. Hát itt gyere, menjünk tovább, ott a rozsdás lákolló. Jó. Mondom. Imu, menj el zenésznek, sziasztok, skacok! Á. Amúgy nagyon jól tud énekelni, csak ilyenkor így egyenlős. Á. Na. Így, mi leparkoltunk. Megérkeztünk. Majd de szépen leparkoltam. Hát még én. Itt meg majd mibe fogadjunk, hogy hambit kell csinálni, hambit mert hát csinálni. Amúgy... Igen. Jó. Erkencsi burgert. Örülök, hogy itt vagy, és örülök, hogy hoztál még magaddal a munkaerőt, legalábbis egy barátot. Igen, tele van
az étterem, úgyhogy mindenkit ki kell szolgálni. Hát majd én sütök, főzök, te meg majd viszed ki a kaját. Jó. Az nem semmi. Kicsit arrébb volták a kocsik. Megjöttek ezért a bulgár. A bulgár buszosok. Az mi, fies pontjabob, hogy dobálja őket? Így meg kell őket dobálni. Fér! De tényleg meg kell őket dobálni, ha de várjál, fizetni is kellene, ne dobáld meg, csak egyszer. Egyszer megdobod, akkor kapja a kaját, aztán ott van a pénz nála, és jön fizetni, nem? Nem, visszafordul. Akkor várjál. De most várjál, ez most így jó? Nem de kéne leülniük? Amúgy. Majd ide leülnek, nézd csak. Á. És akkor meg is lehet őket dobálni, értem. Már valamelyik két hamburgert is akar. Ó, jó, ez furcsa. ez egy kicsit furcsa, na. És elfogyom úgy a hambit, tehát ki mondjuk kettőt teszik, az kettőt is vesz le onnan. Hát, fogy. Hát, ilyen jól menő hamburger üzletet kellene csinálni. Ugyan a Wave 3, ez már izé lesz. Még nagyobb. Én úgy érzem. Lehet, hogy már nem csak hambit adnak, nem? Várjál, fully charge all your petty tools. Ó, tehát ezt fel lehet húzni. És akkor egyszerre több hambit kapnak, vagy mi? Ja nem, így izé, többet lő ki. Ha felhúzod, mint egy íjat. Íj? Hát itt van a tálc, azt is tudod borítani. Azt a mindenit! Te úgy dobálod a hambikat! Hey, egyetek balondok! Mi történt? Mi az a bubble bus? Oh no! Ó, várjál, már betörtek! Azt figyeld! Ott jön egy ilyen nagy dagat! Azt a mindenit mekkora! Hagyjad neki, én addig játszok ilyen idegesítő zenét! Miért játszol idegesítő zenét? Akkor eltűnnek. Mert azzal egy kis időt tudunk nyerni, azt mondja. Értem. Hát de hogyha ilyen dagadtak jönnek, nem hiszem, hogy nyerünk bármit is. Mesterpincél. Hát... Jaj, te azt az oldalt látod el, oké? Okay? Itt hibátlan minden. És se dolgozták konyhán, ugye? Hát így kell. Így kell. Ú, ezek izé... Ezek itt izé morcosak voltak. Ez mit csinál? Ez a spatula. Van egy másik fajta spatulánk, de azt nem tudom mit csinál. Nem tudom, azzal meg tud őket verni. De miért akarnám megverni őket? A pénzükkel, nem? Meg hogy jól lakottak legyenek. Nem tudtam. Az itt a lényeg. Hát itt nálam hibátlan minden, nem bántályból. Hát már mennek oda hozzád. Ó, tényleg így rájuk tudom borítani teljes tányérost vagy tálcástól. Hát nekem... Ó, várjál. Pile of burgers, oké. Okay. Hány wave jön még? Gondolom, amíg el nem. Ez külső nézetből nagyon viccesen néz ki amúgy. Spongyabob már repül. Hát azt sem szerintem minket is kirúgnak, nem csak Spongyabobot. Tényleg amúgy ő nem dolgozik? Na most konkrétan mindent megcsinálunk Spongyabob helyett. Vigyázz, ő mennek oda. Hű, már tényleg is hozzám azt a mindenit. Igen. Itt már nincs mit megenni ők az asztalon, úgyhogy mennek oda hozzád. Hát az tök jó. Ennyit nem bírok ellátni. Hát, próbálkozom én is, de nagyon sokan vannak. Sok az éhes száj. Úristen, itt mindjárt szétszedik az izét. Azt figyeld, a kasszánál vannak, őrjöngenek. Úristen. Ne! Hát ez ennyi hát ez volt. Ennyi. Ez ennyi volt. Hát én megpróbáltam. De milyen szépen tartodott még a hambikat? Ó, azt nézd, mekkora izé lóvé van itt.
Az nem semmi. De gondolom ezt nem mi kapjuk. Hát valószínű. Szeretnénk neki még egyszer segíteni? Maybe later. Nem. Maybe later. Persze. Ott a nagy pénze és zsák. De remélem azért így elégedett. Mi történt a... Úristen, mi történt a fejeddel? Mi történt a fejeddel? Jaj, nagyon ki voltál fordulva. Várjál csak... Ebben van egy olyan... Na várjál. Azt figyeld. Mit? Nem tudom, melyik gombbal lehet előhozni. Másik felületre váltottál. Én? Te. Én másik felületre váltottam. Láttam én, hogy mit akarsz. Igen? Hogy kell, olyat én is akarok. B. Azt figyeld. Hát de nekem itt nincsen emotikon. De nem, ugyanaz a karaktered amúgy. Vagy mi? Csak minket meg ne egyenek. Egyébként tényleg ez benne volt. Na jó van. Következő. Oda? Planktonhoz, aha. A nagy ős ellensége. De hogy fogod ezt a tálcát? Nagyon édes. Tök jók amúgy az animációk. Na nézzük. Ó, hello, Sponyó és a barátja. Hallottam, hogy másoknak segítetek itt a városban, úgyhogy kérlek segíts nekünk is. És a laboratóriumban ragadt plankton. Ez tudja egy csapda. Azt mondja, hogy ő a legokosabb, akit ismerek, de néha még ő sem tudja használni az eszét. Próbáltam őt kiszedni onnan, de nem sikerült bemenni a venten keresztül. Úgyhogy gondolom, akkor be kell másznunk oda. Is the lab maintenance shaft located behind the... Aha. Hogy vagyunk? Meg vagyunk, köszönjük. Most már jól vagyunk, mert ugye betegek voltunk mind a ketten. De most már minden szuper. Köszönjük a kérdést. Itt kell lemenni. Ez lehet, hogy tényleg csapda lesz. Ez nagyon csapdának tűnik, nem? Hát szerintem tudni. Ó, a gyász. Ez egy parkőrnek néz ki. Azt ugye SpongeBob milyeneket ugrik. Olyat én is akarok. SpongeBob majd kiszabadítja. Mit szólsz hozzá? Ó. És ezek a gombok itt csinálnak valamit? Hát szerintem nem. Nem lehet csak úgy fölmászni valahova oda a végéig? Szerintem ezek ilyen rövidítések, nem? Muszáj tényleg felparkőröznünk. Várjál, itt föl lehet mászni teljesen, ez nem csinál semmit. Nem. És nincsen valami checkpoint. Csak van. Lehet az amúgy a gomb az checkpoint, nem? Nem. Nem? Tuti? Pedig ez csinált valamit ez a gomb. Na nézd, csak most tudsz felmászni itt. Azt mondom, hogy van ott checkpoint akkor. De ez nem checkpoint, hanem itt ki kellett nyitni, eddig fel kellett jönni, és akkor itt... Aha, itt is volt egy. Aha, értem. De várjál, fölmászok oda. Bezártad? Nem. De ez bezáródott. Itt. Hát nem én voltam, mindjárt kinyitom neked. Na gyere. Várjál, megyek. Remélem nem fog rám csukódni. Oké, itt vagyok, meg vagyok. Aha. A bánat parkör, ugye? Nem vártam, hogy live-olj? Hát én is vártam, hogy tudjunk, mert mondom így nagyon... Nagyon sok program volt a hétem. Meg még lesz is, úgyhogy örülök, hogy most sikerült egy kis időt szakítani rá. Na. És köszönjük, hogy itt vagytok egyébként ennyi kiadás után. Mert tényleg nagyon sokat jelent ez így nekünk. Azt tudtad, hogy itt leesel? Hát élet. Ha szerinted a többi az hogy tűnt el? Azt nem láttam, hogy ott volt több is. Bocsánat. Volt, itt végig volt, képzeld el. Ennyiszer kellett visszavásznom. Ne lelököm. Lelökt is mondjam, de figyeld, milyen szépen kecsesen vissza fog ugrálni. Neki könnyebb, neki valahogy ilyen nagyobb lábai vannak. Vagy kevésbé hat rá a gravitáció, nem tudom, hogy működik, nem jön?
nem akar jönni. Hát akkor spongya bobot marad. De amúgy nagyon kecsesen felugrált. Ah, itt van Plankton. Na, itt van már spongya bob is megjelent. És hogy kellene Ötinek kiszabadítani ezt? Hát, azt a mindenit. Mondtam én, hogy csapda! Azt hiszem, azt gondoltátok, hogy a saját csapdámba szorulok? Ez nem is az igazi én, hanem egy hologram. De nagyon szépen köszönöm, hogy ez lett így a legjobb napom. Mert ez akkor a legjobb, is... hogy láthat minket rácsok mögött. Elértük, elértük azt, hogy, hogy mindenkinek feldobjuk a kedvét, nem? Igen. Na. De nem valahogy ki kell szöknünk. Spongy Bob, te valami okosat nem tudsz mondani? Zenéljünk. De megdobálhatjuk egymást hamburgerrel is. Ó, várjál csak. Azokat kell szented? Hát de mi alapján? Most itt húzigálhatjuk az izéket. Mindet le. Mindet le? Hát. Szented ez... Azzal ott mit... Összetörted az egyiket? Nem. Úgy valamelyik eltűnik? Eltűnik, de várj, itt van a másik oldalt is. De mi, hol, mi? Csak úgy eltűnik. Igen. Yeah. De az nem baj, hogy eltűnik? Nem. Ó, oh, jó, oké. Okay. Na, hát mondtam én. És tényleg egy hologramot vibrál. És akkor innen kellene gondolom kijutnunk. Kis bánat. Ki rendelt herkentyű burgert? Rohansz is közben repül a rengeteg hambi. Össze-vissza mindenhova. Az nem semmi. És Spongy Bob is pattog. Aha, de innen is van, igen, itt valamit kell csinálni. Álljál rá valamelyik a másikra, oda. Erre? Oda. Nem jó? Nem. Másik? Erre? Nem jó, ide mellém. Hát de csak van valami logika a kettő között, hogy melyik nem kell. Nem jó, várjál, maradj ott. Álljál vissza! Hát de hogyha nincs két játékos, akkor is meg kell ezt tudni oldani. Hát akkor... De állj már vissza! Jó van, bocsánat. Várjál, lehet, hogy valami logikai ízét kell itt keresni, nem? Ott most nálad van fény. Igen. Á, föl kell kapcsolni mindenhol a lámpát. Kész is. Ennyit logikázról. Köszönöm szépen a ellenség érkezik Warzone hangeffektet. Labirintus. Ne! Egy jó labirintus. Mindig jobbra fele kell tartani, és hogyha arra nem sikerül, akkor visszafordulsz. És akkor egy idő után kijutsz. Ez amúgy a szuper taktika. Vagy valamelyik irányba. Itt erre? Itt. Hogy mentél oda? Visszamész a legelejére, és egyből eljössz balra. Itt egyből ezen a kis utcán. Ó! Komolyan ilyen egyszerű? Még egy szint. Hát ne, várjál még. Hát megyünk lejjebb. Olyaj. Ahogy látom, lesz még egy szint. Női lövék, hogy túl logikáznak mindent. Ott a létra. Öreg. Várjál. Igen. Tovább jövünk. Nem. Haha. Megvan? Hát sze. Az nem semmi egyébként, milyen labirintus rendszer van itt képítve a háza alatt. Aha. De itt kell felmenni? Nem vagy innen tudom. Estünk le? Nem onnan estünk le. Lehet van több is, ahonnan letülünk. Vagy itt vissza kellene mászni? Szerintem igen, nem? Jaj, eltévedtem. Fogd a kezem és vigyél magaddal. Itt vagy. Itt is vissza lehet mászni. Hol vagy? De onnan jöttünk. Biztos. Itt kell kimászni, te.
Hát ezt mondtam. Ahol voltunk előbb. Csak te még ott futkostál körbe-körbe. Hát... Most ez is egy labirintus? Igen. Ez nem ugyanoda fog minket visszavinni? Nem. Hűha! Oké. Én követlek. Király. Jó kis izé van itt, amúgy tényleg ilyen csapda. Ez a gombit mi? Ha egyszerre kell megnyomni, nem? De nem. Eltűnt. Eltűnt róla. Akkor ez így... Szerintem még csak meg kell vannak. Őket nyomogatni. Valószínűleg nem hiszem, hogy sorrendbe kéne. Pláne nem ennyit. Van még? Nem tudom. Őket megnyomtam. Ott. A délőző életében iránytű vagy térkép volt, nem bántás volt. Hát... Sajnos most a tájékozódási képességem az elveszett. Hát ennyi. De még... Még nem jó. Valahol tuti elmondjuk be egy. Mondom én. El volt ott? Ó. Sponyabob meg csak itt izé vigyorog. Aha. Fel kell kapcsolni az összeset, nem? Nyomkodhatjuk össze, viszont várjál. Valamelyik lekapcsolja az egyiket. Nem, melyik? Ne. Ez? Igen. De most ez... Az jó. Nem jó. De az úgy is marad? Nem. Nem, az ott lekapcsolódik, hogyha azt ott megnyomod. De az ott mindegyik lekapcsolódik. Olyan gyorsan kéne megnyomni, hogy... Igen. Hát jó. Végig spameltük. Azt hittem, hogy lesz valami sorrend, amit ki kell találni. Aha. Na. Úristen, ez nem is tényleg régi. Minden egyes régi kalandpályán volt ilyen tologatós. Hát de kéne ide a... Halló? Igen, Dura a felfedező. Én voltam Mondi a felfedező. És ponyobot nem lehet oda betolni? Jelen mely tüveg van. Így jó. Az húzó és dugattyú? Úgy jó. Húzós, húzós tolós. Húzós tolós dugattyú. Úgy. Úgy. Nem, várjál. Annak kell azt elhúzni. Hogy mit gondolsz, hova mész? Itt kellene, hogy legyél örökre bezárva. Úgyhogy ne használd azt a liftet, vagy meg kell állítanod téged. Vagy várjál, én csak egy hologram vagyok. Akkor most ezt megnyerted. Hát... Gondolom, akkor itt ki tudunk jönni. Yay! Meg volt a szabaduló szoba is. Hát, hogyha jól látom, akkor még kettő... küldi van. Sandit is kell találkozni. Igen. Meg kivel nem találkoztunk még? Én nem tudom. Sandival tuti. Ő majd egy ilyen búrába lakik. Na, akkor én jövök. Ó, oda néz. Sponyibob egyből ide izé bepattant hozzám. Itt lesz Sandi, tuti. Nem? Jaj. Jó napot! Nem ide kell jönnünk, hogyha megnézed a térképet. Majd körbenézek. Van térkép? Aha, van térkép. Ott tényleg. Arra fele kell menni. Vagy nem, arra fele kell menni. Ott. Valamerre arra. Hol vagyunk mi? Itt vagyunk. Az utat kövessük is akkor. Ott laknak. Hát itt jobbra. Nem tudunk rövidíteni. Hát szerintem... Ott lakik Sandi, ott a fánál. Te látsz itt egy fát? Igen. Ott a... Nem mondod, hogy nem látod. Hát én itt nem látom. Be kéne legyen töltve a fa? Hát ott van a fa, ott majdnem rajta van a célkereszted, amikor nézed a térképet. Jaj, de a térképen én azt hittem, hogy már be van töltve valahol. Nem! Jó. Na nem semmi.
Amúgy Spongebobnak, ha jöttem, nincs jogosítványa a mesében. Hát ezért ült be mellém. De volt elmenni a jogsit amúgy. Igen? És? Mi történt? Már nem emlékszem. De tudja, hogy volt. Itt van Sandy. Hát, ahogy Spongebob megismerhettelek. Hallom, hogy segítetek mindenkinek, úgyhogy segítenétek nekem a rakétám elkészítésébe? Hogyne! Állomás! Azt mondja, boldogabb lenne, mint egy malac a sárban. Hát jó. Na, hát ez a te tereped. Mi? A malac a sárban? Vagy az állomás? A resztó. Resztó? Ó, te! Ó, jaj! Itt nézd csak! Igen? Itt a resztó. Ó, te Redstó. Redstó szerkezet, most megmutathatod. Hát de te vagy jobb, mint Rolex Redstó, én úgy hallottam. Hát amúgy. Igen. Ez jó. Ott az, hogy már ott megy, fixem. Csak itt még valamit kapcsolgatni kell. Azt? Nem. Már az mit csinál? Sárgát, azt úgy... De hol van még itt kar, vagy valami? Hát ez... Bajban vagyunk! Mindig összetörés. Ahogy megy a jel? Itt... Ezek a hajók, mint a kódban járművek, bárhol kimennek, igen? De ennyi kar van összesen? Ó, tehát ezt toljuk már vissza. Igen. Ott arra, itt. Nem, ezt ki kell olva, így. Jó. Én csak nézem, hogy mit csinálsz. Itt ennek kellene áramot kapnia. Minek? Ennek itt, nem? Ide kell elérnie. Hát igen, csak ahhoz. Igen, á, lassú voltam. Ja, hogy ezt időre kell csinálni? Nem. Menj arrébb, vidd arrébb spongyát! Gyere! Szegény spongyom. Amúgy ez az életben is így van, hogyha imú valamit nagyon belemélyed, akkor izé van. Akkor minden tűnjön el onnan is. Ó, megjelent itt egy minecart. Hát, csak az a baj, hogy az úgy... Megindult! Na most a jó. Akkor minden, jó, minden tűnjön az egyik, el onnan egyik is. Oldal már kap áramot. Úgyhogy még lehet csinálni a többit. Miért kellene neki ezek a resztórendszerek ahhoz, hogy... Éte. Az nem semmi. A ruha pattog magába. Ez olyasmi, mint amit építettél a tuttin is, nem? Hát... És a ruha pattogását kell most itt megakadályozni, vagy fel kell, hogy pattanjon egészen oda a tetejéig? Vagy itt most mi a feladat? Itt hátul látod még egyébként ezt a resztoros cuccot. Ott egy távolzatéklipcső, igen, ott a készítőknek a neve volt kiírva. Láttam én is. Csak mivel nem volt a feladattal kapcsolatos, ezért úgy voltam, hogy most az fölösleges külön felolvasni. Redstone? Redstone! Csak kikapcsoljuk mind a kettőt. Na nem, semmi! Igen. Hajrá! Erre? Ott elkezdtek pattogni azok a blokkok. Ennyi? Ezek valahogy könnyű. Na jó, ez a tiéd. Ne! Én mindjárt vagyok. Ne! Hát egy kar van, nem érgelj! Mi? Itt vannak gombok is. Itt vannak gombok is. Még egyszer. Ja, így a csak kar. Ezeket el kell itt. Oh. Igen, végig kell tolni. Oké. Okay. Most a másikat, most a másikat. Tetszik éteni? Értem, igen. Ez ilyen izé.
dolgoztatós rohangáljak ide-oda. Ha minden igaz. Nem tologatós téma. Ki karácsol, na karácsolj! Meg is van. Nem, nem semmi. Üzemanyag aktiválva. Van még egy? Merre fele? Megegyezted? Balra, le, balra. Jó, hát ez így. De ott is mutat valamit. Van itt egyébként itt valami gomb, vagy bármi, ami... Én, hogyha erre ráállok, úgy nem mozog az? Micsoda? Hát ott a nyilak. De most miért jöttél le? Hát, hogy megnézem, hova álltál. Oda ráálltál, és... A nyilak azok szerintem nem mozognak. Azokat kellene valahogy úgy beállítani, nem? Hogy ugyanúgy álljanak, mint itt. Ne, de mivel irányítod arra? Őket? Hogy kell a középsőt? Felfele. Ja, hogy itt kellett átállítani. Ó, én meg azt hittem, hogy ott kell valamit nyomogatni. Jó, hát elmondták. Majd még egy kell. Ja, itt a gomb majd izé Sandinál, és akkor ki lehet lőni. Na nézzük. Mekkorát na, sikerült, ugrott. Igen. Ez jó volt, ez tetszett. Megcsinált, úgyhogy megnyithatom, meg megnyomhatjuk a nagy piros gombot. Azt mondta. Ez a gomb itt mire való? Meg szeretnéd nyomni? Nyomja csak! Ez smooth volt, ez smooth volt. Wow. Azért ez elég menci. És most ez miért jó egyébként, hogy kilőttük ezt a rakétát? Ült benne bárki is? Vagy csak úgy kilőttük a rakétát, aztán nagy boldogság van. Erről mégis boldogság. Esetleg tudti SMP-vel kapcsolat, csinálhatnátok advancementeket, sivatagban, piramis, nem tudom mennyire tetszik az ötlet. Tudom, Kiki, arra várunk, hogy bejön a újdonság a Minecraftba. Tehát, hogy így építkezni lenne nyilván mit, csak az uncsi lenne. Tudom, hogy nagyon szeretitek, de az az igazság, hogy most csak azért, hogy tudti SMP legyen, nem erőltetnénk. Majd, ha lesznek újdonságok, amiket meg lehet keresni, és mi akkor talán, meg akkor szeretnénk mi is, de most csak azért, hogy fölmenjünk, és most megint 2-3 stream erejéig csak építkezzünk, annak nem sok értelme lenne. A már tuti, pattintok egy teát. Na nem semmi. Na, még egy emberke van elméletileg, akivel nem beszéltünk. Kivel nem beszéltünk amúgy? Ott nézd, egy ilyen, nem tudom. Nézem, ott a házát van, egy ilyen... Hát menjünk csak, most így nincs meg hirtelen, ott hogy... Ott nem mondja. Mi? Köszönöm szépen, Krusnyik. Csak úgy szólok, az 1.20 itt van. Hát, de a szerver nem az. Tehát, hogy én a fejemen is pöröghetek, hogyha a szerver nem azon a verzión fut. Én elindultam. Gyere! Megyek! Itt vagyok. Hogy megvártál? Tudtad jól, hogy el fogok tévedni. Igen. Miért nem az utat követed? Hát... Én azt követem. Na. Láttam ám, hogy letértél az útról. Nem. Dehogy nem. Nem. Flex. De nem ide kell jönni, még itt tovább kell majd nem. Menni. Hát most jövünk letenni a jogsit. Igen? És te már úgy használod, hogy nincsen, nem semmi. Hát mondom. Remélem, a spongyobomnak kell lerakni a jogsit, mert az baj lesz. Akkor. Na, megérkeztünk. Szépen leparkoltam. Én is olyan szépen leparkoltam. Látom. Hát na. Milyen borzasztó ez a nap. Ó, spongyobom és a barátai, fantasztikus. Eléggé rossz kedvem van, mert hogy teljesen tönkrement az autó. De szerencsére nem miatt, hanem spongyobob miatt. Ami azt jelenti, hogy szükségem lenne egy újra. Viszont nem tudom, hogy hogyan tudnék egyet venni magamnak.
Lehet, hogy ketten tudnátok segíteni? Úgy hallottam, hogy van egy verseny. És a főnyeremény egy vadjúj hajó. Megnyernitek nekem a versenyt? Hát akkor megyünk. One scary road later. Az nem semmi. Az nem semmi. Az az egy papírzacskó ott a középen. Ebbe a kartonkocsiba. Abba ő, ez meg a, ergo. Ez a miénk? Várjál. Hát de halló, én hova szállok be? Nem tudsz beszállni? Na de ide. Nem? Szállj be mellém. Ó, te vezetsz. Te vezetsz, vagy én vezetek? Te vezetsz. Gáz, nem, gáz, 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 szállni, ott volt. Nem bírtam. Gáz! Nyomom! Kanyarodj! Jesus! Nem gáz! Jó. Nem jó! Ó, mi történt? Kiszállok a sztolom. Hát de, ó, te. Innen szállj, mert akkor kidob ide a közönséghez. Jó. És akkor most nézed, hogy versenyzünk? Igen. Van mondjuk, ezért be se szállt. Pontja Bob. Hát, mert nincsen jogosítványom. Ú, a nagy ezért kalóz hajó fejű. Mögötte szorosan a... Harmadik helyette vagy, szorosan a nyomodban a kék bánat piros ruciba. Úristen, micsoda izgalmak! A kék bánat piros ruciba. Hát mondom. Sportkommentátor lennél. Köszönöm. Érzem. De nem létező éveket használsz? Igen, honnan tudod? Úristen, mit művelnek egymás mellett? Elképesztő! Jaj! Bekapott az angolna. Mert amúgy van ám itt egy nagy angolna. Jó, ha tudod. Hát jó, én innen a kommentátori hát poziból nézem, hát az baj. Puffasz, hogy nem lesz boldog. Hát, így jár. Ha csak nem történik valami scriptelt dolog, akkor ezt elbuktuk, ezt a versenyt. Pedig esküszöm, próbálkozom. Köszönöm szépen, Neko. Nagyon szépen köszönöm. Hát ez a ripó. Azt mondja, bla bla bla. How about you try again? Yes, 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 yes. Várja. Na, most én is vezetek. Én iszok. De tényleg meg kell nyernünk ezt a versenyt ahhoz, hogy ez meglegyen? Igen. Heu. Szia, Milán. Heu. Reméljük lesz még esély. Hát igen. Na majd én jó, kilököm őket. Ez bánatos volt, hogy nem sikerült. Na. Oh, ide szeg be spongyobokkal megyek. És ki nyerte amúgy a versenyt? Ah, ez a kapitányfejű bánat. Ő hát ezzel nem lehet kanyarodni. Igen. Azért mondom, hogy nem egyszerű ám ezt a versenyt megnyerni. Lehet, hogy egyszerűbbnek tűnik. De legalább nem leszel utolsó, jó? Gondoskodom róla. Szerintem ezeket a gazokat amúgy ki kell kerülni. Hát jó, mert olyan könnyű irányítani ezt. Külső nézetből nézd, és akkor úgy könnyebb F5-be. Aha. Áááááá! Valóban. Á, megesz az izé! Ó, hát ezek most itt izé bénáznak. Bár még így is vannak azért itt elő. Ó. Hogy kerültek ezek ide? Te mi ez a szellem? Ez a gázt, ez az izét követi a piros pólósat, vagy? Vagy ő is versenyzik? Ő is versenyző. Hát de nincs alatta autó. Hát de nem is kell. Vagy jön maga az autó? Oké. Okay. Ez az, kifordultak. Elég, ha az egyikünk megnyeri, ugye? Hát gondolom. Mondjuk ketten nem lehetünk elsők. Igen. Szerintem most amúgy első vagyok, nem akarom elkiabálni. Ne! Hogy mész te olyan gyorsan? Meg te is.
kicsit olyan érzésem van, mint az így neveld a sárkányodat pályán, azon is ilyen lehetetlen nehéz verseny volt az egyik. Minden más tök könnyű volt, de az... Ne! Remélem bekap titeket az angolna. Ó, ez már a harmadik kör pedig, és itt vagyunk a célegyenesben, és... Ne! Jaj! Mi? Mi az, hogy merré von? Én nyertem! Nem nyertél. Az egy piszkos buborék. Megkész, vigyázz, right! Hát ez hihetetlen. Na egyből a külső nézetből. Hát jó. De amúgy vannak kis kerekei. Csak egymást ne akadályozzuk. Tényleg mindent össze kell szedni. Hát de mi olyan csöves pánat kocsival megyünk, hogy ezzel... Amúgy tényleg. Spongyabobot kidobnám, hogy plusz súly. Simán nyertem volna az előzőt. Ó, te gyászos! Elkapott? El! Rábukott a nagy zére. Plusz súlyra itt nálam. Megtetszett a hamburger neki, mi? Hát, ha nem is a hambi, valami biztos. Mert át ott szájjal jött. Szerintem a hambi tetszett meg neki. Biztos. A hergentyű burger. Nem lehet valahol itt levágni az utat? Azt nézem. Nincs ilyen izé, lecsalós? Nem. Útvonal. Hát ez szokott lenni az ilyen autós játékokban. Na már egyből csalnál, látod? Hát izébe is, Crash Team Racingben is van egy csomó izé, ahol le tudod csalni a pályát. Ilyen titkos út. Itt taktikásan föl kell menni, és akkor azt úgy le tudod csalni. De ezek itt ketten vannak, ez is csalás. Én is megkaptam a bánatos pongyabobot oda mellém, de akkor is. Hát ők sokkal gyorsabbak. Hát ez a két izé bánat. Ez nagyon gyors. Hát mert tényleg... Ne! Őt is elkap... Jó. Ne! Hát ezt nem hiszem el! Oh, ez egy rage game! Mhm. Jó, hát gondolom nyerni kellene. Hát muszáj megnyernünk, igen! Szállok én izéhez. Mészt a spongyabobban? Megyek én! Jó. Hát ha... De mindig ilyen második, harmadik helyig sikerül eljutni. Hát szihetetlen, Gigi, köszönjük! Hát de tényleg! Érted, itt van ez a pálya, amit mit tudom én, ilyen... 7-től 10 évesek készítettek szerintem így alaphangon. És egy ilyen nehéz autóversenyt beleraknak. Vagy nem tudom. Jó, nyilván élvezhet az ember ezt felnőtt fejjel is, de hogy azért... Valószínűleg inkább a gyerekek próbálják ki. Ezek után a Frozen-es pályát meg sem merem nézni, pedig az biztos tetszene neked. Na, van olyan is. Van Frozen-es is, igen. Ó, és most mondod? Hát majd legközelebb megnézzük a Frozen-eset, mit szólsz hozzá. Ott majd énekelhet. Hát az a baj, nem ismerem a szöveget. Aha. Miért? Itt nagy küzdelem megy az első helyért, csak mondom, úristen, mi van itt? És jó helyen vagy? Hát most a negyedik? De itt nagyon egymás. Fenekében vannak? Igen. Úristen, utcsó kör, második vagyok. Velem is mindig ez volt, elhitett a játék, hogy jó vagyok, aztán nem. Én most nagyon koncentrálódok. Hajrá! Á, nem sikerült felvenni a gyorsítót. Az a slime fejű bánat meg olyan gyors! Menj már innen! Hát ezt nem viszem el. Na hát ez ripó. Inkább izé dolgozok még, ha angol... Nézd meg engem viszel a izé angolna fejű bánat! Jó. Next time.
Nem, hát meg kell csinálni. Nem, hát meg rányomod, hogy maybe later, azt annyi. Hát de ott ez a pálya vége. Nem tudom, nem miket lehet, így kilökni. Nem lehet feladni. Én is azt mondom, hogy a barlagban nincs egy... Hájátsák, hát hogy beszállok melléd, nem tudok, hát dobott izéhez. Azt akartam, hogy SpongeBob menjen egyedül, és ő nyerje meg. Ja, nem. Mondta is, hogy SpongeBob nem vezethet. Hát pedig... Nem, biztos valahogy ki lehet őket glitcheltetni, nem? Na már egyből csalna. De itt, mintha lenne amúgy egy út, de... Vagy ez nem az? Vagy nem az. Tuti? Tuti. Én meg akarom most már nézni, hát ha az egy ilyen levágós út. Hát valahogy csak meg lehet ezt nyerni anélkül, hogy szétszivatná az embert. Most harmadik vagyok, második. Menj! Ki ne lökjük egymást? Hát akkor mennyi? Nézd itt jobbra, mint hogyha lenne egy levágás. Itt erre. Nem, az tényleg nem az. Áj! Most ezt már neked kell megnyerni. Az jó, hát úgy beelőzött ez az így gyászos, hogy esélyem nem volt. Remek. És még az angolna is elkapott, vagy muréna, vagy mi a bánat ez. Hú, sziasztok! Igen, úgy nézett ki, mint egy ilyen levágós út, de nem az volt. Szomorú. Lehet magunknak kell ásni csalós utat. De most legalább ez a bánatos karton SpongeBob, ez nem az első. Már amúgy már kétszer megnyerte, érted? Egy karton darab. Na, hogy állsz? Első vagy? Nem tudom. Nem, itt van a seggembe. Menj már innen! És? Menj! Jéé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 é Ott áll SpongeBob. Pesgőt! Ide a pesgőt! És akkor most tényleg csak ezért? Ó, elvisz minket, de aranyos. És akkor beszéltünk most SpongeBobbal. Megcsináltuk, mindenkinek jobb napja lett. Úgyhogy akkor most menjünk és ünnepeljünk. Mert itt az idő partizni! Ó, én vagyok Gógyi Mógyi, te is légy Gógyi Mógyi, mindenki Gógyi Mógyi, Gógyi Mógyi, hey! Ja, ez nem az? Azt hittem, most az a rész jön. Jó, ez nem az. Jaj. Mindenki Gógyi Mógyi. Ez igen. Na, mindenki milyen boldog, mondom, kész vagy. Hát van ilyen a SpongeBobban, nem érgej. Na, mindenki boldog, bárhonnan is jöttünk. Örömmel látnak itt minket. Ez nem az a műsor. És akkor megint bulika van? Te nagyon éled, ott ugrálsz velük. Hát és te is légy Gógyi Mógyi! Mindenki Gógyi Mógyi! Jéééé! Zseniális. Hát akkor szerintem ennyi volt ez a pálya. Sajnálod mi? Hát ilyet amúgy még nézhetünk, ez baromi jó volt. Mondom, van Frozen-es, azt majd megnézhetünk. Az is mehet. Mehet, legyen hó! Jó, nagyon beleillő magát, igen. Ő szereti az ilyeneket. Na jó, és kacok, akkor most ennyi lett volna ez a kis Minecraft-os stream. Lehet, hogy majd még visszajövünk egy kis Elder Scrolls Online-nal. Meglátjuk. Viszont egy ilyen negyed óra, fél óra pihit azért én kérnék, így az átállás miatt. Menj, és hát akkor... Csigusz, azt mondja. Beszélgess vele! Beszél, lehet vele Csigusza, gyere! Igen. És ez a Minecraft macska hangja van. Miau. Úgyhogy ne menjetek messzire, jövünk majd még.
Szerintem egy órácskát még abból játszunk, legalább van Twitch drop, szóval ha valakinek megvan a játék, akkor most tud begyűjteni Twitch dropot is hozzá. És akkor addig is sziasztok. Halihó! Eó! Kógyi-bógyi!